brit függetlenségi párt, a UKIP úgy néz ki, hogy valószínűleg ő lesz a legerősebb párt Nagy-Britanniában az EP választáson. Amelyik nem a csatlakozási szerződés felülvizsgálatát akarja, mint a Jobbik, amelyik nyíltan azzal a programmal lép föl, hogy Nagy-Britannia lépve ki az Európai Unióból. És ott senki nem mondja azt, hogy itt valamiféle bomlasztát büntetett követel Nigel Farage, annak a pártnak elnöke, amelyik ezzel lép föl. Tehát ezért mondom, hogy ez teljesen abszurd, de nyilvánvalóan sokakat lehetséges, hogy ez az egész ügy eltántorított. Azok, akik adott esetben a Fidesz és a Jobbik között választottak volna, különösen súlyosan tartom ebben az esetben Mészelőnek azt a megfogalmazását, mert én azt mondta, hogy megdöbbentő, hogy egy magát nemzetinek mondó párt, valló párt, haza árulást elkövető személyeket akar Brüsszelbe kiküldeni. Nyilván beleértek Morvai Krisztinát, engem, és Kovács Béla esetében is hazárulás vágya soha nem merült föl, mert a legsúlyosabb az volt, hogy az európai intézmények elleni kényfedés, ami szintén szerteposztott. Tehát ennek ellenére ez lehet, hogy sokakat eltántorított, de másik szempontból úgy ítélem meg, és a kampány útjaimon azt tapasztaltam, hogy a Jobbik választóit pedig ezek a támadások elkötelezettebbé tették a mellettünk való kiállásban. Hogy ez valóban megtörtént-e, az csak 11 órakor fogjuk megtudni.